Mik a Valtari-Palmú felügyelő tévedése? Negyedik fejezet. Egy pillanatra zavart csend következett. Elsőnek ajmarükemő törte meg. Ég a villany, ég a villany, ismételgette. Hát persze, hogy ég a villany a fürdőszobában, hiszen Bruno nem fürdött a sötétben. Éppen itt a kérdés lényege, magyarázta nyájasan Palmu. Butler elfordította a kapcsolód, de ennek ellenére ég a villany a fürdőszobában. Ne dilizzen most be, jó ember! Csóválta jó indulatúan a fejét, ajmó rükemő. Hát persze, hogy ég a villany a fürdőszobában, mert Butler elfordította a kapcsolót. Éppen ez a vicc az egész villanyvilágításban. Ha az ember elfordítja a kapcsolót, kigyullad a fény. De vár a mérnök nem nevetett. Homlokát mély redők barázdálták, és az arca, mintha egy pillanat alatt megsoványodott volna. Butler is éberen fölemelte a tekintetét. Igen, Butler, Szólalt meg, palmufelügyelő együttérzéssel. Maga ösztönösen elfordította a villanykapcsolót, ahogyan megszokta minden reggel, amikor a fürdőszobába ment és amikor távozott onnan. Mindenki, aki megszokta, hogy a kapcsoló ott van a fürdőszobán kívül az ajtó mellett, ösztönösen ezt teszi. De ennek ellenére a villany égett a fürdőszobában, amikor maguk berontottak. Váramérnök önuralma csődöt mondott. Átkozott fecsegés heveskedett. Én nem láttam, hogy Butler elfordította volna a kapcsolót, amikor feltörtük az ajtót. De igen, Butler elfordította a kapcsolót, ellenkezett buzgón Aymor rükemő. Egészen biztos, hogy éppen akkor fordította el a kapcsolót, amikor te berúgtad az ajtót. Most már nagyon jól emlékszem, ahogy visszagondolok rá. Az erek kissé kidagadtak váramérnök halántékán, amikor Aymor rükemő elé lépett, keményen a szemébe nézett, és jelentőségteljes nyomatékkal így szólt. Ajmo, hogy lehetsz ilyen átkozottul bolond? Hiszen félrebeszélsz, hiszen akkor a legnagyobb felfordulás volt. Te nem láttad, hogy Butler elfordította a kapcsolót. De én láttam, egészen világosan láttam. Ellenkezett sértődötten Ajmo. Én csak tudom, amikor magam láttam. Butler, szólt élesen palmú felügyelő, bizonyára felfogja, miről van szó. Elfordította a kapcsolód, amikor Vára Mérnik úr berúgta az ajtót? Gondolja meg alaposan. Butler szinte hipnotizáltan egyenesen palmúra merett. Arca sápat szürke szint öltött. Felügyelő úr, válaszolt a halk feszült hangon. Régi megszokásból ösztönösen elfordítottam a kapcsolót. Éppen akkor eszembe sem jutott, mit jelent ez. De hát mit jelent? Jött tűzbe Ajmo, rükemő. Képtelen vagyok felfogni, miről is fecsegnek tulajdonképpen. Villanykapcsoló így vagy úgy, mintha ezen állna vagy bukna az egész világ. Senki sem ügyelt rá, mert vár a mérnök Butlerhez lépett, és a kezét a vállára tette. Kedves Butler, mondta kérdéssel a hangjában. Valamennyien idegesek vagyunk a feszültségtől, minden merő felfordulás volt. Lehetetlen, hogy maga pontosan visszaemlékezzék egy ilyen jelentéktelen apróságra. Csak egy csomó bonyodalom lehet a következménye, egyik kihallgatás a másik után, kellemetlenségek valamennyünk számára. Úgy bizony, Butler, és nem a legkisebb mértékben a maga számára is. Azt hiszi, csak ugyan esküdtehet rá, hogy elfordította a kapcsolót. Butler először ránézett, aztán palmura. Igen, mérnök úr, mondta rendíthetetlen udvariassággal, megmerek esküdni rá, hogy elfordítottam a kapcsolót. Vára hirtelen elkapta a kezét a válláról. Aha, maga ilyen ember, Butler, mondta gonosz hangsúlyjal. Rendben van, de attól tartok, maga bánya meg a legjobban. Tudok magáról és a múltjáról egyet mást. És véletlenül egészen biztosan emlékszem, hogy nem fordította el a villanykapcsolót. Már előre élvezem a látványt, hogy ugyan melyikünk vallomása nyom majd többet alatban. a magáé, vagy az enyém? Mert egészen biztos vagyok benne, hogy miután alaposabban fontolóra vette, Ajma is csatlakozik az én tanúvallomásomhoz. De kedves Erik, kezdte Ajmon rükemű szenvedő hangon egyáltalán nem tudom felfogni. A mondat félbeszakadt, mert minden tekintet a halba vezető lépcső felé fordult. Az idős rükszek kisasszony jött lefelé peckesen, előre szegezett állal, és indulatos lépteiről, meg arckifejezéséről még a rossz megfigyelő is láthatta, hogy egyáltalán nincs jó hangulatban. – Vára, mérnök úr! – szólalt meg. – Mit jelent ez? – Önt ide küldtem, hogy siettesse a rendőrt, ön pedig ehelyett szintén itt ragadt, és az idejét pocsékolja. Haza kell mennem, gyászruhát és fátlat kell szereznem. Meg kell beszélnem a bátyámmal a temetést. Ezer elintézni valóm van, itt meg csak fecsegnek. Butlerhez fordult, és esernyőjével a hasába döfött. Igen, Butler, magának semmi keresni valója nincs itt. Ezen kívül a sír sincs még kész. Látni akarom, mielőtt elmennék. Tüstént meg lesz, kisasszony, tüstént, válaszolta Butler. A sír, szólalt meg Palmo felügyelő, de Butler próbált szóhoz jutni váramérnök. Szájad be! Szólt rá Amália rükszek. Nem fért hozzá kétség, hogy egyenlőre a kezébe vette a gyeplőt. Palmu gyámoltalanul vállat vont, és fejével intett Butlernek, aki hangtalanul kisurrant. – Itt vendégek vannak? – jegyezte meg nyersen rükszek kisasszony, és esernyőjével van neki kisasszonyra mutatott. – Van neki kisasszony – szólalt meg Palmu, és ösztönösen hozzáfűzte van-e tanácsos leánya? Amália rükszek kegyeskedett halványan elmosolyodni. Emlékszem, hogy futólag láttam magát tegnap este, amikor Bruno olyan ellenszenvesen viselkedett. És ez az úr, ő mit csinál itt? Lajhonen író riadtan kitért az esernyő útjából. Lajhonen író úr véletlenül került a helyszínre. Kezdte Palmu, de most a vén kisasszonyom volt a sor, hogy egy lépést hátráljon. Lajhonen író, mondta, és a hangja egyáltalán nem tükrözött kellemes meglepetést. Az irodalom kritikus. Lajhonen író zavartan meghajolt. A vén kisasszony egy pillanatig töprengett. Olvastam az egyik könyvét, szólalt meg aztán. Valóban, örvendezett Lajhonen, és mosolyogni próbált. És miután elolvastam, elégettem, vágta rá a vén kisasszony. Rámerett Lajhonenra, és egyre csodálkozóbb kifejezés jelent meg az arcán. Egy ilyen kis mit tette hozzá aztán halkan, csak nem nyájasan, és azt lehetne mondani mentségére, mivel feltehetőleg nem tudta, hogy hangosan beszél. Lajhanen író hevesen összerázkódott, elvörösödött, és idegesen kezdett kapkodni a szemüvegéhez, segédkérően palmú felügyelőre nézve. Vannek is asszony barátságosan megszorította a karját, és rámosolygott, mint egy jelezve, hogy méltóságán aluli lenne, ha figyelmet fordítana egy ilyen öreg madáriesztő szavaira. A vén asszonynak hirtelen eszébe jutott, miért jött, és dühösen palmuhoz fordult. Ide hallgasson, jó ember! mondta. Tulajdonképpen mit keres még itt? Palmu felügyelő ránézett, és aztán mérlegelő pillantást vett a fürdőszoba ajtajára. A jelen pillanatban egy körülbelül 70 centiméteres darab spárgát keresek, válaszolta tisztelettudóan. Amália rükszek összerezzent, kiálló szeme még jobban kidüllett, és egész magasztossága megrendült. Ez az ember megzavarodott, sikoltott fel a félelemtől éles hangon. Nekem sejtelmem sem volt Palmu szavainek jelentőségéről, de kokki szemében éber kifejezést láttam, sőt, még bólogatott is magában. És az ügyek jelenlegi állásánál, folytatta csendesen Palmu, azt is tisztáznom kell, miért van itt éppen ma reggel ilyen csodálatra méltó gyülekezet. Mi dolga volt például vár a mérnök úrnak, rükszek úrral? A mérnök arca megrándult, és a keze ökölbe szorult. Szemlátomás nem tudta és nem is akarta többé fékezni magát. Nem mintha egyáltalán önre tartozna, felügyelő úr, mondta a haragtól remegő hangon, de nincs semmi titkolni valom és ezért szívesen elmondhatom, azért jöttem ide ma reggel, hogy szétverjem Bruno úr állát, hogy monoklit ragasztak a szemére. Szóval olyan verésben részesítsem, hogy megemlegesse. Ez elég? Alig hangzottak el az utolsó szavak, amikor Amária rükszek spontán érzéstől vezetve hozzálépett, ragadozó madár lábára emlékeztető csontos kezét odanyújtotta neki, és mosolyra lágyult, arccal megszólalt. Vár mérnök úr, engedje meg, hogy egy sokat szenvedett idősnő nő megszorítsa a kezét. Magad derékember. És melegen megrázta vár a mérnöknek az elképedéstől elernyedt kezét. De Palmo ki akarta használni vára a szókimondó hangulatát. Ön, kilenc óra, 45 perckor jött a házba, vár Állapította meg, mivel töltötte az időt, amíg rükszek úrra várt. A mérnök kérdőn Amália rükszekre tekintett. A kérdés szemlátomást nem volt kedvére való. Felindultsága kezdett elcsitulni, és visszatért óvatos, megfontolt hangneméhez. Érkezésemkor Butler azt mondta, hogy a gazdája már felkelt, és a fürdőbe ment. Kezdte tétovázva. Megszoktam, hogy ne bízzam meg teljesen Butler szavaiban. Ezen kívül az ügy, amely idehozott, magán jellegű volt, és nem kívántam másokkal találkozni. Így egyenesen az emeletre mentem, hogy a nyakánál fogva cibáljam előbb rúnot, de már nem volt a hálószobában. Ezért visszatértem a földszintre, és a szalomba mentem, hogy megvárjam. Talán, talán tartottam egy kicsit a saját hevességemtől. És megközelítőleg meddig időzött az emeleten? kérdezte csökönyösen Palmu. mérnök töprenget, kissé elvörösödött, és szemlátomást ismét habozott. Úgy hiszem, körülbelül tíz percig, ismerte el, kényszeredettem. Hmm, tétovázott Palmo, és felvonta a szemöldökét. Csak ugyan olyan sokáig volt távol, szólt közbe kissé, csodálkozva az idős rükszeg kisasszony. No nem azért, de Ali asszonyal olyan fontos megbeszélni valónk volt, hogy észrevétlenül eltelhetett az idő. Szabad lenne megkérdeznem? kezdte Palmú bocsánat kérüleg. Amália rükszeg felnyársalta a tekintetével. Ha már egyszer ilyen messzire jutottunk, én is ugyanolyan szókimondó akarok lenni, mint váromérnök úr. Semmi okunk sincs titkolni, hogy Alli, hm, rükszekné, és én arról tanakodtunk, hogyan lehetne Brúnót a legjobban és leggyorsabban gyámság alá helyeztetni. Azért hívtam magammal ma reggel, hogy Brúnóval találkozzunk. Az volt a szándékunk, hogy még egyszer próbáljuk szép szóval rábírni Brúnót, egyezzen bele az intézeti gondozásba. Kimondta, és diadalittasan nézett maga körül. – De néni! – szólalt meg szemrehányulag Ajmi Rükemő. – Fogd be a szádajma. Neked semmi okot sincs, hogy védelmet bevedd Brunót. Te csak vigyázz magadra! Palmo felügyelő közbeszólt. – Tehát vár a mérnök úr tíz percig volt távol, és aztán visszatért a szalomba. Járt-e valaki akkor a halban? – kérdezte türelmesen. A szalon ajtaja csukva volt, a halból hideg jött be, magyarázta mereven a vén kisasszony. Ezen kívül beszélgettünk, mint mondtam már. Én legalábbis semmit sem hallottam. De miért kérdi? Vár mérnök képtelen volt tovább fékezni türelmetlenségét. Palmuk felügyelő úr, szólalt meg hidegen. Talán megmagyaráztam már, miért jártam itt, és elmondta minden egyebet, ami velem kapcsolatos. Most feltétlenül a hivatalba kell mennem. Viszontlátásra! Gyorsan meghajolt és megfordult, hogy távozzon, de Palmu visszatartotta. Csak egy rövid pillanatra még. Mondtam már, hogy egy darab spárgát keresek. Most az ön részéről az lenne a legtisztább dolog, ha megengedni, hogy a segédem átvizsgálja a zsebét, mielőtt elmenne. Utána semmi kifogásom sincs a távozása ellen. A kérdésnek meglepő hatása volt váramérnök előbb haragjában elvörösödött, de aztán annyira elsápadt, hogy a szürke alapon természet ellenesen hatott, arcbőrének nabbarnított színe. – Ez, ez sértés! – nyögte ki végül bizonytalan hangon. – Ezért, ezért még felelni fog. Azt hiszem, hamarabb viszont látjuk egymást, mint hinné. Mihelyt sikerült mindent kifecsegnie a rükszek igazgató úrnak, magas főnökének, nem de? Jegyezte meg csendesen Palmu tehát nem engedi átvizsgálni a zsebét? Vára már válaszra sem érdemesítette a kérdést. Megfordult, és mérgében magából kikelve felrohant a lépcsőn. A lépcső tetején csak nem feldöntötte Ajri Rükemöt, aki éppen a hal felől jött. – Erik! – kiáltott fel a lány, és a férfi kabátójába kapaszkodott. – Hova rohansz? Mi történt? De Vára mérnök udvariatlanul kitépte magát a lány kezéből, és a falnak lökte. Ó, menj a pokolba! Mondta kimondhatatlan undorral és gyötrelemmel a hangjában, és eltűnt a jelenlevők szem elől. A lány csak állt, és sápattan utána merett. Mi történt? kérdezte aztán, felénk fordulva, és kétségbe esetten a keblére szorította két öklét. Mi lelte Eriket? Ajma rükemű nyilván úgy vélekedett, hogy őt már éppen eléggé elhanyagolták. Erik Dilis, Jelentette ki magyarázólag. Attól tartok, hogy itt sokan mások is dilisek. Én semmit sem értek, de senki sem magyaráz meg nekem semmit. De tovább kellett szenvednie naív tudatlansága miatt, mert ugyanakkor váromérnök a hal ajtajából még egyszer visszapillantott a lépcsőre. Útra készen állt, kalapját már a kezében fogta, és görcsösen megmarkolta a kesztyűjét. Ajri, szólalt meg, és természetellenesen halkra fogta a hangját. Ügyelj minden szóra, amit mondasz. Semmit sem kell elmondanod, ha magad nem akarod. A felügyelőnek nincs joga hozzá, hogy gyötörjön. De hiszen én nem, kezdte a lány bosszusan, de miközben beszélt, becsapódott az ajtó. Vár mérnök már távozott, a lány pedig összeharapta az ajkát a bosszúság és a harag könnyeivel barna szemében. Aztán dacült ki az arcára, büszkén hátra vetette a fejét. Ájmo, szólalt meg, miről van szó? A villanykapcsolóról, válaszolta megvetően ajmo. Butler elfordította a kapcsolót, és én láttam ezt, de Erik megtiltja nekem, hogy elmondjam, pedig láttam, amint elfordította. Ő maga állítólag nem látta, de persze, hogy látta. Mindannyian tiszta dilisek. Az egész história tiszta őrület. Feltehetőleg tovább folytatta volna zsörtölődését a villanykapcsolóról, ha Amália rükszek esernyője gombjával nem csapott volna rá az ujjaira. Miket beszélsz össze-vissza, te fiú, a villanykapcsolóról? Förmet rá az idegességtől éles hangon. Menjünk innen, menjünk a szalomba, hogy kényelembe helyezzük magunkat, szólalt meg Palmu nagy kínban. De ez tévedés volt. Ez az én házam, jegyezte meg az idős rükszek kisasszony dermesztően. Akarom mondani, ez az unoka öcsém háza, és magának itt nincs joga dirigálni. Beszélgessünk egészen békésen a dologról, javasolta Palmú jó és felajánlotta a karját a kisasszonynak, hogy felsegítse a lépcsőn. Békésen, ismételte meg gúnyosan Amália rükszek, és megvetően visszautasította a felügyelő felkínált karját. Csak azt szeretném megkérdezni, ugyan melyikünk békésebb, maga vagy én? Ugyan melyikünk okoz felfordulást, maga vagy én? Szavai mégis sejtették, hogy valami komoly elhatározás született benne, mert elsőnek indult felfelé a lépcsőn. Visszajutottak a halba, és bevonultak a szalomba. Ott ült előkelő magányában a férjétől külön élő asszony, és azzal töltötte az időt, hogy zsebkendőjének sarkával a körmeit fényesítette, bírálgató arckifejezéssel sorjában a szeme elé emelve minden egyes körmét. Ajmo Rükemő titokban a lehető legközelebb lopózott a zsúrkocsihoz, de húgának szigorú pillantása visszatartotta attól, hogy töltsön a palackból. Amikor letelepettünk a helyünkre, véletlenül kipillantottam az ablakon, és batlet láttam kinn a gyepszőnyegen, amint az almafa tövében gödröt ásott a földbe. De már elfásultam ennek a bolond háznak az eseményeitől, úgyhogy nem is tudtam már semmin sem meglepődni. Lajhonen író és Vanne kisasszony tapintatosan a halban maradt, hogy folytassa a szenes pincében megkezdett beszélgetést, amelyet érkezésünk félbeszakított. Az író egy szót sem szólt többé a kéziratáról, és úgy rémlett, hogy különben is szívesebben tartózkodik a lehető legtávolabb Amália rükszeg gyilkos bírálatától. Rükszekné asszony, kezdett hozzá Palmo. Ön tehát rükszeg kisasszony társaságában jött a házba, és aztán nem is hagyta el ezt a helyiséget? Az asszony kékre festett szemhéja alól szigorú pillantást vetett rá. Természetesen a többiekkel együtt én is kimentem, hogy megnézem Bruno-t, mielőtt még a mentők elvitték volna a tetemét, válaszolta. Egy ideig mégiscsak együtt éltünk, még ha Bruno sokat vétett is ellenem, de különben nem hagytam el ezt a szobát. Nem járt az emeleten sem a ház többi szobájában? Az asszony csak tagadólag csóválta a fejét, és kíváncsian nézett Palmura, mintha leleplezésre várna. Rükszek kisasszony és ön a férjének gyámság alá helyezéséről beszélgetett, igaz? Ékes szólóan hosszú volt az a pillantás, amelyet ekkor az asszony Amália rögszekre vetett. A vén kisasszony idegeskedni kezdett. Hiszen én már elmondtam, kezdte. Palmuk követelően fölemelte a kezét, csendet kérve. Ha jól értettem, 9 óra 45 perckor váramérnök benézett az ajtón, és körülbelül 10 percre távozott, majd visszatért a szalomba. Ez alatt kettesben ültek kis kisasszonynal. Tehát egyikük sem távozott ez alatt az idő alatt a szalomból? Én már mondtam. Kezdte. Kezdte ismét Amália rükszek, de Palmú bősz mozdulatot tett, és láttam, hogy fogytán a türelme. Az asszony hosszan palmúra nézett, csodálkozva mustrált a szép körmeit, és aztán közönösen válaszolt. Nem. Aztán vár a mérnök úr jött be, és nem folytathattuk a beszélgetésünket, és mindjárt utána megjött Ajmo, és kezdtünk csodálkozni, hol késik Bruno. És nem hallottak semmi különöset az alatt a tíz perc alatt, amíg vár a mérnök távol volt? Rükszeknél kérdő pillantást vetett Amália rükszekre, és egy pillanatig emlékei közt kutatott. Nem, csak ugyan nem emlékszem, hogy hallottam volna valamit. Felelte. Bizonyára léptekre vagy zajra gondol. A halban vastag szőnyeg van, az ajtó pedig csukva volt. Ezen kívül, igen, nagyon élénken beszélgettünk. És nem vettek észre vár a mérnökön semmi szokatlant? A piros ajkak halvány mosolyra húzódtak. Rükszekné kedvteléssel nézett palmora. Rideg volt, mint általában, de azt hiszem nagyon ideges és felindult volt udvariatlanul hátat fordított nekünk, kibámult az ablakon, egész idő alatt az ablakpárkányon dobolva. Palmú felügyelő töprengett egy pillanatig, és zavartan megköszörülte a torkát. Rükszekni asszony, igyekszem a leggondosabban kerülni, hogy családi ügyekbe avatkozzam, mondta tapintatosan. De maga ugye külön él a férjétől, bár a vállást még nem mondták ki törvényesen. Ebben nincs semmi titkolni való, jegyezte meg rükszekni, bájosan elmosolyogva. Minden tőlem telhetőt megtettem, amíg csak tudtam, de Brunoval lehetetlen együtt élni. A házasság előtt figyelmeztettek, de nem hittem el, és viselhettem hiszékenységem következményeit. Amália rükszek nem állhatta meg, hogy gúnyosan ne hümmögjön. De az asszony egyáltalán nem törődött vele. A házasságból nem születtek gyerekek? kérdezte Palmú. Az asszony rosszallóan rázta a fejét. Palmu hosszosan ránézett, és legalább ezt a dolgot minden további bizonygatás nélkül elhitte. Tehát egyedül maga örököl a férje után, kérdezte magától értetődően. Azt már nem, válaszolta csodálkozva a rükszekné, hiszen volt házassági szerződésünk. Apám végrendelete szerint a konszern részvényei nem kerülhetnek a családhoz nem tartozó személy kezébe, jegyezte meg mereven a vén kisasszony, majd gonosz pillantást vetve az asszonyra hozzáfűzte. De állíthatom, hogy ennek ellenére rükszeknésem sem jut koldusbotra. Volt erre gondja még annak idejében, amikor a házassági szerződést elkészítették. De rükszek úr bizonyára készített valamilyen végrendeletet. Tételezte fel csodálkozva Palmo. Hogy a pokolba csinált volna? Avatkozott közbe Aymor rükemő. Bruno még gondolni sem akarta halára, és a halál után az ő szemében egészen mindegy volt, hová kerül a pénze. Ő csak magára gondolt. Annyi önkritika azért volt benne, jegyezte meg Amália Rükszek is. Az általa készített végrendelet öt pennit sem ért volna. Senki sem vette volna komolyan. Palmo sokáig hallgatott, és szórakozottan maga elé merett. Végül Amália Rükszek felállt. Nekem mennem kell, szólalt meg. Te is arra jössz, Alli? Igen, igaz. Rezzent össze Palmu, és szemlátomást megkönnyebbülten beszélt. Nincs okom rá, hogy tovább fárasszam bármelyiküket ezúttal. Ha még szükségem lesz a nyilatkozatukra, majd a megfelelő időben közlöm. Rükszeknél ruganyosan felállt a karosszékből, és kinyújtóztatta csábító termetét. Én is arra megyek, szólalt meg, és hideg, szigorú pillantást vetett ránk. Köszönöm, felügyelő úr. Viszontlátásra. De Amália rükszek még megállt a hal ajtajában, fölemelve esernyőjét. Délután visszajövök felügyelő úr, hogy új rendszert vezessek be ebbe a házba. Remélem, akkor a ház már üres lesz. Aztán távoztak, és az egész szalomban ösztönösen valami általános, megkönnyebbül csóhajtás érződött, mert Amália rükse kétségtelenül súlyos jelenség volt. Ajri rükemő csendesen elmosolyodott, a bátya pedig töltött magának egy pohár konyakot. Egészségetekre, fiúk! Szólalt meg, és egyhajtásra kiitta a poharat. Már azt hittem, szomjan halak mielőtt még az öreg múmia megválna a háztól. De amit Brunóról mondott, üres fecsegés. Ő maga jobban illene valamelyik intézetbe. Erről majd később beszélünk, válaszolta jó akaratúan Palmu. Gondolják gyerekek, hogy egy pillanatig tudnak még várni a sorukra, miután most sikeresen eltávolítottuk az útból ezt az öreg kereplőt? Egy kicsit körül kellene néznem a házban, és azt is meg kell néznem, mit csinál Butler. Ajmó közölte, hogy kegyeskedik várni, ha a zsúrkocsi mellé ülhet, és a húga is beleegyezően noha kelletlenül bólintott. Távoztunk tehát a szalomból, és még láthattam a fiatal urat, amint kinyújtja a kezét a konyakos üveg felé, s amint a húga dühösen a kezére csap. A kéziratom, szólalt meg reménykedve Lajhonen író, felállva jöttünk rá a karosszékből. Magasságok, ura, esküdözött Palmu, aki ismét igazi mi voltában mert mutatkozni. Az ég ítéletét vonom a fejére, ha még egyszer azzal az átkozott kézirattal mer gyötörni, mielőtt sorra kerülne. Hát még a saját érdekeit sem fogja fel, ember. Bárki más hálás lenne nekem, hogy folytathatja a társalgást egy ilyen csábítóan szép lányjal, mint van is asszony. Az író kisé elvörösödött, van is asszony pedig rámosolygott Palmura, hálából az udvariasságért. Palmu kinyitotta az emeletre vezető lépcső alján lévő ajtót. Ablaktalan átjáróba jutottunk, amelynek mindkét felén nyilván a személyzeti szobák voltak. Majd innen a tálalóba és végül a tágas konyhába, ahol az asztal mellől egy fehér ruhás, terebélyes szakácsnő nyomban ránk rontott. Felügyelő úr, kiáltott fel, és mindkét kezét palmu felé nyújtotta. Tüstént bementem volna, de az úr szigorúan megtiltotta, hogy valaha is az uraságok szeme elé kerüljek. De most el kell mondanom, palmu elhárítólag fölemelte a kezét ismerte ezt a típust. Maga nem látott semmit, és nem is hallott semmit, mondta gyorsan. Semmiről sem tud semmit, de szörnyű nap ez a mai, és maga egészen megrendült. Nyilván ezt akarta mondani. Felügyelő úr, válaszolta a szakácsnő őszinte tisztelettudással, és világoskék szeme a csodálattól kidüllett egészséges piros arcából. Felügyelő úr, kivette a szót a számból. Honnan sejtette, mit akartam mondani? de Palmú nem volt hajlandó felfedni hivatali titkait. Félig menekülve kinyitotta az ajtót, amelyen át szabadulást remélt, de kis hián legurult a lépcsőn a pincébe, szitkozódva visszafordult, és végül rátalált a megfelelő ajtóra. Kívül kerültünk, és a konyha lépcsőn lementünk az udvarba. A pince vasajtaja még nyitva állt, és a konyha lépcső mellett a föld feketélt a színportól. De a kokszos autó már rég elment az emberekkel együtt. Egyre megy, szólalt meg Palmu. A szeneseket mindig elérhetjük, ha szükséges. Gyorsan a ház mögé irányozta lépteit a gyepszőnyegen keresztül. Jöttünkre, Butler kiegyenesedett, és az ásó nyérre támaszkodott. Homlokán apró veríték cseppek gyöngyöztek, és hogy ruháját kímélje, nagy kék kötényt kötött maga elé. – Mit ügyködik, Butler? – kérdezte nyájasan Palmu felügyelő. – Nem látja, felügyelő úr – válaszolta komolyan a hűszolga, és maga előtt a gödörre mutatott. Sírt ások!